Arról lesz szó most a következő, hát szerintem nagyjából egy órában, hogy megnézzük a korszetnek a lapjait. Nem vagyok, vagy hát lehet, hogy nem lesz egy óra, meglátjuk, de azért elég sok lap van a korszetből, ami szerintem, amiről szerintem úgy nagyjából beszélni kell. És a playhearthstone.com-ot nézem nyilván, azt látjátok is. És hát a Demon Hunterrel kezdünk. Ugye, ha jól látom, itt gyakorlatilag sok változás egyébként nincs. Az első lény egyébként, ami charge-os, ez mondjuk az eri érdekes. Új lapok? Elvileg statisztikailag az volt, hogy valami 50-51 nehány lap, ami teljesen új a kiekben. Ami a korszetben tök új. Tehát nem 10 darab, 50 fölött van. Hát csak a sárkányokból van, mit tudom, 6 darab, vagy valami ilyesmi, és azok mindegyik új például. Tehát, hogy azért hoztak elég sok új lapot szerintem. Plusz a Whiteból visszatérő lapok, azok szerintem elég izgalmasra teszik a dolgot. Na, hát akkor a korszetről ugye még egy picit így dióhéjban, mert azért azt szerintem úgy gondolom, hogy kell. Ugye gyakorlatilag a korszet lesz az, ami a... Hát így most a következő standard évtől ugye felváltja. Rénu visszatér? Nem tér vissza. Szóval a következő standard évtől felváltja a korábbi klasszik és a basic setet, és ugye gyakorlatilag az lesz, hogy a klasszik és a basic set a Wide-ba költözik. Mert ugye eddig is része volt a Wide-nak, viszont ez Wide exkluzív lesz. Abból visszatérnek lapok a korszetbe, viszont a korszet évente fog változni minimum egyszer. Ugyanakkor a fejlesztők meghagyták a lehetőséget annak, hogy a korszeten módosítsanak. Viszont a korszet ezért ingyenes lesz mindenki számára, ez ugye lecsökkenti a belépési küszöböt sokak számára, és ez szerintem tök jó. A másik irányban pedig az van, hogy cserébe ezért a hatalmas rotációért nem fogjuk visszakapni a klasszik lapjainknak az árát. Sokan konspirálnak abban, hogy ha standardet játszanak, akkor meg éri-e most a klasszik lapokat lemondani, ha úgyis megkapják? Erre a válaszom az, hogy igen. Mármint, hogy akkor nyilván megéri, hogyha egy nagyon most így kufárkodni akarunk a dustokkal, mert akkor persze megéri a teljes klasszik setet lemondani, hogyha az ember nem vájdozik, de miért ne vájdozna bárki 2021-ben? Tehát, hogy nyilván a vájd az élet, a standard pedig meh. Ugyebár alapvetően ez a helyzet, úgyhogy vájdozzatok. Srácok, vájdozzatok, a standard meg így valami. Na. Tehát akkor Demon Hunter, mint olyan. Ahogy néztem, hogy ezek a lapok nagyjából ugye most is vannak. Wide Secret Mage mehet? Hát Wide Secret Mage az mehet is. Ahogy néztem, hogy ezek a lapok szerintem nagyjából megvannak most is. A Bloodthorn ő szerintem tök új. Tehát, hogy nekem ő abszolút nem rémlik, úgyhogy ő szerintem egy teljesen új lap. És a Feast of Souls sem új, vagy sem sincs meg jelenleg. Tehát ez biztos, hogy ez is új. Mert ilyen mechanikája eddig nem volt a DH-nak. Plusz nézzétek meg, ugye a cost, a spell osztályozások megjelennek ugye már ezek a lapokon, ezek szintén ebben az évben jelennek meg. Ugye ez Shadow cast, castba tartozó spell, ez pedig Fel castba tartozó spell. Egyébként ez így felosztályos Demon Hunter castba tartozó spell, ez lenne a teljes mondat, és csak a fele van magyarul. De a Feast of Souls-a játszott bárki. Tehát, hogy soha nem láttam ezt a lapot. Életemben nem láttam ezt a lapot. De ez fura. Na mindegy, ettől függetlenül simán lehet. De hogy ez így ebben a formában nekem nem volt meg, hogy ő része. Mert őt ugye láttuk, szerintem egyébként ő is új. Nekem ez... Hát, vagy a franc se tudja. Attól még nem is új. Hát, figyelj, én mindent elhiszek. Az a plusz 3 atakos szutyok, ez nekem fura. A 80-as azt tudom, hogy új. Tehát ebbe biztos vagyok, és ez tetszik is egyébként. Ugye a Glaives of Azinotttal az történt, hogy korábban ő 6 manás volt. Először 5 mana 3-4 volt, majd lett 6 mana 3-4, amíg senki nem játszotta. Most pedig visszatér 5 mana 3-3-ként. Ez ilyen jut is marad is, ez szerintem egyébként rendben van. Ugye a Chaos Nova volt, ő volt. Igen, ezt mondom, hogy ő is új. Tehát a Glaivesmithnek is teljesen újnak kell lenni, ő eddig nem volt, ez biztos. Egyébként ez egy nagyon izgalmas lap szerintem.
Tehát, hogy oké, hogy rásos, de kirakod, le tud ütni egy relatíve nagy tauntot, és ha arcod ütsz vele, akkor ő is üt egyet vele. Ez szerintem azért nagyon beteg. Tehát ez, gondoljatok bele, ez egy Ragnarosz lényegében. És úgy, hogy tud trédelni is egyet. Ez nagyon jó. Minden más pedig szerintem láttunk. Hát, ha nem akarsz vájdozni, akkor szedd szét nyugodtan őket. Egyébként, de hogy miért ne akarom vájdozni? Big DH New Meta Deck? Az a baj, hogy egy lapra nem építesz szerintem. Ez szerintem amúgy bármilyen agresszív DH-ba bele fog férni. Bár mondjuk 8 manáért, ugye az a baj, hogy nulláért már nem tudsz ütni. Tehát egy manát mindenképp el kell használnod arra, hogy üssön. Kb. Most ugye ő nem olcsósodik semmitől, kivéve... Hát, nem tudom. Szóval a korba kerülő lapokat egyébként igen, le lehet bontani, hogyha szeretnéd, de mondom, ha a következő évben Wide-ban nem lesznek már meg. Ha szükséged van ennyire a Dust-ra, akkor bontsd le őket egyébként, meg ha nem játszol Wide-ot. Tehát, hogy ennyit tudok mondani. Aztán legközelebb, amikor változnak, akkor meg majd építheted őket vissza, és akkor már lesz sírás, meg fogolcogás. Jó, hát nyilván a Big DH az egyébként nem jó jelenleg. Tehát, hogy emlékszem arra, amikor így azt mondták, hogy a DH-nak majd lesz egy olyan változata, Hello Lipton, amikor ilyen nagy, nagy cupákos lényekkel fog játszani, és hát archetipikusan van, csak hát kutya nem játszik vele. Na, menjünk tovább, mert ez így sokáig fog tartani. Szóval, a Druidnál. Az innervétet nézzétek meg, rare lett, ami igazából semmi, tökre semmit nem jelent, mert hogy ugye lényegében visszatér. Cupák? Mi? Hol? Hát figyelj Zozó, 8-8-8 üt egy lényt és utána arcra tudsz vele menni, hogyha ütött a hősöd. Ez szerintem eléggé cupákos. Tehát, hogy ez lényegében cupákosabb, mint bármi, ami eddig volt. Ez szerintem eléggé az. Online óra közben Zoom-mester második képernyő feels good man. Igen, szóval a Mark of the Wild is ugye angolul azt kell, hogy raritást váltott. Azt tud arcra menni? Olvasd el a szöveget. Miután a hősöd megtámadott egy ellenfelet és nem ellenfél lényt, ez szintén megtámadja. Tehát, hogyha te arcra ütsz és ő lent van, ő is arcra fog menni. És úgy, hogy amikor kiteszed rásra, de ezt mondtam, tehát hogy kirakod, le tudsz szedni egy nagy tauntot, ütsz arcot, és ő is rámegy. Tehát, hogy ez így lényegében kétszer tud támadni egy körben. Hát az csodálatos. Hát ez így világi. Annyira rossz benne, hogyha 8-nál nagyobb tauntja van kint, és neked még azt meg kell ütnöd, akkor ez a lény. Ez oké, tud 16-16-ot ütni, de most 8-ért leszettél 16-16-ot, meg az arcot is beleütötted, az mondjuk elég sok. És akkor nem 16-16, hanem nyilván többnek kell lenni a HP, de azért borzalmasan nagyot üt. És büllen ezzel nem arcra menni, tehát érted? Ez az a fájdalom, amit akkor érzem, amikor Ragnarosznak a Hero Power-i első, vagy tehát a Ragnarosz lénynek a Hero Power-i első, és így egy-egyet öl meg. Tehát konkrétan ezzel olyan érzés nem arcra menni. Hát a helyzet az most az, hogy a korszett lapjairól beszélünk. Szóval az innervétnek ez a változása, ez nyilván tetszetős. A Mark of the Wild-nak változott a szövege, nézzétek, eddig 2-2-t adott, most 2-3-at ad. Ez szerintem azért... De és hol van itt Poisonről szó, főnök? Hát itt nincs semmi Poisonról nincs szó. Epic lett a Flame Strike? Hát de tudod miért lett epic a Flame Strike, mert már nem 4-es, hanem 5-ös sebez, de még nem tartunk ott, még csak a D betűnél vagyunk, még a Mage az hol van? Ilyen ütemmel amúgy is majd holnap után ráérünk oda. Csak példa. Jó, de erre az volt írva, nézd meg, hogy After a hero attacks an enemy. Tehát miután a hősöd megtámadott egy ellenfelet. Wow, hát Chubbs-tól lényegében egy hatalmas raid érkezett. Szevasztok, srácok, tök örülök, hogy itt vagytok.
És a legjobb pillanatot csöppentetek, mert bár most mi nem fogunk bégézni, és még létrehozni sem fogunk, most az új Corsetnek a lapjait nézzük át, hogyha gondoljátok, akkor így lényegében tartsatok velünk ebbe az átnézésbe. Semmiről nem maradtatok le, egyelőre a DH-ról volt szó, és a DH-ból is kiemeltünk nagyjából. Hát, beszéltünk ugye a Glaivesmith-ről, de az a Wargraves of Azinotról, és hát nyilván az Illidar Inquisitor az, ami nekünk így a legjobban tetszett eddig, de ti hogy gondoljátok? Hát figyelj, mi egész jól vagyunk. És érkeznek is a követések, srácok, köszi szépen. Na, szóval a druidnál, ugye az Innervate-nek és a Mark of the White-nak változott a raritása, tehát ugye a ritkasága. A lényegében ugye basic lapok voltak, és akkor ugye most kellett nekik adni valamit, de igazából teljesen mindegy, mert nem kell őket megépíteni, mert ugye ingyen kapjuk. Ugye a Mark of the Wild-ot néha játszotta a druid alapvetően, inkább felfedezted azt a lapot, mint hogy te szeretted volna a deckedbe rakni, még a token deckek se játszották soha, mert egyszerűen nem éri meg. Innervate-et meg ugye játszotta mostanában boldog-boldogtalan. Én titokban reménykedtem azon, hogy visszaállítják, és két manát fog adni, de hát ugye nyilván túl jó lett volna. De a Mark of the Wild így, hogy most ad egy HP-val többet, én így se érzem, hogy olyan húha. Így egy fokkal szívesebben rakod majd bele token deckbe, de szerintem így sem nagyon akarod. Most akkor fognak egyből arcra csapni a fák? Persze, a klasszik módban. A klasszik módban mindenképp fognak. Nézd meg, tehát hogy a Force of Nature-nek a trientjei ugyanúgy 3 darab 2-2 idéződik, azt csókolom. Tehát, hogy ebből semmi más nem lesz. Ami ugye itt még változott a korábbiakhoz képest, ugye a Druid of the Clone-nál 4-4-es... 4-4-es? Tehát itt a lény, amit tudtál idézni belőle, ugye a catformos része, az charge-olt eddig, most meg csak rush-ol, viszont a statjait egy kicsit megdobták, tehát 5-4-es és 5-6-os a taunt. Ugye 4-4-es volt a cica, a taunt meg 4-5-ös talán, azt most meg nem mondom nektek, de hogy... ez egy kicsit táposabb lett. A White Grove maradt, Landscaping, ugyanúgy két trientet idéz, Ferrari Rage, klasszik mód ingyenes, természetesen ingyenes lesz. Ilyen 4-4 és 5-6. 5-6-os 5 manáért haló? Igen, igen, 5-6-os 5 manáért. Hát egy kis, hát, hogy mondjam ezt maguknak, hát baszó lett ez a lap, na. Tehát, hogy azért ez elég erős lett szerintem. Ami még erős lett, az ugye a Managery Warden, erről múltkor beszéltünk, hogy eredetileg ő 6 manás volt. Visszatették az 5 manás poolba, azért ez elég jó, és úgyis a képességé miatt játszottuk, amikor játszottunk ugye Beast Druidokban. Tipikusan ugye az Inspire-os lényen játszottuk régen, és akkor dupla Inspire, de hogy nyilván nem ezzel akarod játszani szerintem. Nem tudom úgy, hogy a Beast Druidba milyen bízteket rakunk? Hát nyilván nem a Raven-t, de ugye a Raven is egy prémium egy drop, tehát hogy... Ja. Scenarius. Scenariusnak egyébként örülök, mert a Scenariusnak mindig az volt a gondja amúgy, hogy így 9 manáért így nagyon, nagyon nem fér ki soha. Tehát hogy oké, persze 9. körre kifér, de nem tudsz Hero Power-t nyomni mellé, vagy nem tudsz kirakni mellé semmit. Így meg azért kicsit komfortosabban érezzük magunkat vele kapcsolatban szerintem, úgyhogy ez, ennek én abszolút örülök. Plusz egy csomószor egyébként ugye felfedezted dolgokból, de a 90 miatt mondom, szerintem nagyon-nagyon billegett, úgyhogy jó ez, hogy így ebben a formában így visszakapjuk. Az Ancient of War-on nem változik semmilyen úr, és ez ugyanolyan szutyok így 6 manám, mint amilyen volt. Ő ugye, hát, így lényegében ő új, viszont maga a mechanika, az meg az előző kiekben jött be. Viszont ez elég jó. Tehát, hogy gyakorlatilag kirakod 4-ért, és ki tudsz rakni, ha 5 manám vagy, akkor ki tudsz mellé rakni mondjuk még egy White Growth. Vagy egyébként bármi. Tehát 4-en is akár ki tudod rakni a White Growth. Te tudsz egyszerre lényt lerakni, és tudsz mondjuk rampelni, ami szerintem egyébként prémium. Vagy Token Druidbe el tudom képzelni azt, hogy 5-ön kirakod ezt, és kiraksz egy landscapinget. Akár. Vagy akár szintén 4-en kirakod ezt, és akkor kaptál egy 3-5-öt, és kaptál egy darab 2-2-t. Az mondjuk tokenben nem olyan rossz, szerintem. Meg ilyesmi. Szóval hogy ezt azért én el tudom képzelni. Mi az, amit nem látok még a druidban, ami frankó? Most persze a pounce-ot ismerjük.
inkább ilyen Miracle jellegű dolgokban játszottuk, tehát alapvetően semmi másban, ahol auctionére lehetett pörgetni a dolgokat. Nem tudom. A Ferrari is meg egyébként mindig tök jó volt. Tehát, hogy az a plusz 4 atak, az ugye azért egy bármilyen kellemetlen lény ellen Hero Power-en nagyon jó. A 8 armor meg basszus, azért barátok között is 8 armor 3-ért. Hero Power-rel 9. Azért tud stabilizálni. Mindjárt megyünk a Hunterhez, srácok. Mindjárt megyünk a Hunterhez. Szóval a mindenki kedvenc pókja webspinner ugye visszatért. Bár egyébként szerintem fontosabb a tracking, hogy most már nem dobja el a lapot. Tehát, hogy választasz egy lapot, nem dobja el. Ami egyébként jó is, meg rossz is. Ugye azért szerettük a trackinget, mert olyan lapoktól megszabadultunk, amit nem akartál felhúzni. Viszont amikor, mit tudom én, választhattál egy King Crush, egy Call of the Wild, meg egy... még egy Call of the Wild között, akkor nyilván így fájt a szívünk, hogy most úristen, tényleg. Erre majd mindjárt reagálok. A Lock and Load-nak egyébként tökre örülök, ugye régen volt egy Jog and Load Hunter, ez nem hiszem, hogy abban a formájában nyilván vissza fog térni, viszont a Lock and Load így szerintem azért elég vicces, hogy egyre kirakták. Így azért lehet nagy Lock and Load-os köröket tolni, mondjuk 10, csak ugye milyen a Hunter archetípusa az, amiből te szeretnél Lock and Load-ozni? Még úgy se, hogy Zarkin Shot. Tehát, hogy meg, hogy ingyenes, vagy hát olcsóbb. Vagy hát megváltoztatott tracking, nem tudom. Ami itt szerintem egyébként fontosabb, az a Quickshot. A Quickshot nagyon jó Hunter spell volt, és én tökre örültem neki. Jó, Krisztus előtt 2-ben. Tehát, hogy mi volt az? 2016. Meg 17. Ugye, amikor használtuk. Igen, Milhouse-szel egyébként a Lock and Load körök jók, csak oda kell adni az ellenfélnek valahogy azt a szegény kis Milhouse-t. A Berserkot én nagyon éltem. Tehát, hogy abban a meta, amikor a Berserk ben volt, mint Beast, azt szerintem elég frankó volt. Igen. De a Lock and Load 2-ért szar volt. Egyért még el tudom képzelni, hogy tudsz belőle valami értéket kinyerni, de csak 2-ért kirakni úgy, hogy nem csinál semmit, az a világ legnagyobb hülyesége. Akkor már inkább Hunterként nyomsz egy Hero Power-t, és ez legalább fix 2 damage. Tehát, hogy így a Lock and Load-ot, még mondom, el tudom képzelni, egy manáért így kirakod, és akkor jó, akkor most kijátszom ezt, meg azt, és akkor valami értéket terem. De 2-ért az életben nem játszott ki, mert egy manát azt így elflótolgatsz, az nem fáj. 2 azért az tud dolgokat csinálni. Ugye a Selective Breeder egy új dolog. Hát ő az, akivel lényegében lehet 2 King Crush-unk. Esetleg 3. Tehát, hogy ő az a srác, akivel lehet, és hát ugye King Crush is van standardben szerencsére, tehát, hogy a jó barátunk a 98-8. Ami kemény ugye, hogy Dire Frenzy-t nagyon szerettük, és ennek örülök, hogy visszatért, vagy hogy van. Ugye a Highwayne-ünk is marad, gyakorlatilag a Hunternek az örök legendása, ami legendástatokkal bírt egy időben, tehát hogy voltak nála rosszabb legendások. És azért belőle mégiscsak 2 tudsz játszani. És hát a Hyena, tehát hogy azért a... Viszont ami hiányozik standardből ugye, Tundra Rhino, nem lesz Tundra Rhino, nem lesznek hatalmas megőrülések Beast Fronton. Úgyhogy nagy charge lény a King Crush is. Nagyjából az egyetlen. Midrange Beast Hunter, igen, erre gondoltam. Amit viszont fura, hogy amit én a Berserkon nagyon szerettem, ugye a Handmaster. Viszont nincs Handmasterünk jelenleg standardben. Tehát, hogy az nem fog játszani. Én azt nagyon szerettem, mert plusztalt, és akkor ő ugye egy olyan taunt, ami célozhatatlan, tehát nem lehetett leszedni. Úgyhogy én azt nagyon adtam, hát így most nem. Marad az Explode, marad a Freezing és marad a Snake Trap. Ugye a 3 legtöbbet használt secret. Ennek van értelme egyébként, hogy pont ez a 3 marad bent. Szerintem, hogy ez így alapvetően kiváló. Nem a szutykokat hagyták bent, tehát hogy konkrétan azok, amik jók. Viszont nem maradtak bent nagyon secretekkel szinergizáló dolgok. Tehát, hogy Eaglehorn Bow, srácok, nem van. Oké, valamilyen szinten unalmas, de hogy az most nincs. Igen, szóval a Classic setben lévők lebonthatóak, a Core setben lévők nem bonthatóak le. Ha wildozol egyébként, akkor ellenjavalt szerintem lebontani, de ez most mindegy. Oké, ha már az előbb itt kell valamire reagálni? Az örökkire, hogyha túlélte a charge kipusztítását? Hát néhány charge lapot azért meghagytak, tehát nézd meg. A DH-ban is volt, hol volt a charge-os, tehát itt a charge-os szutyok,
És körülbelül ennyi. Tehát, hogy ugye őt is kinyírták belőle a charge-ot. Úgyhogy ez így érdekes. Frost. Frost tag a freezing trap-re? Persze. Igen. Hát ugye az új spellbesorolás gyakorlatilag. Egyetlen charge-lap, ami nem fos. Még szerintem ez se igaz. Mert azért gondolj bele. Tehát, hogy a Leroy Jenkins 5-ért üt 6-ot. Ez 9-ért üt 8-at. Azért az rohadt nagy különbség szerintem. Tehát, hogy nem véletlenül játszol sokkal szívesebben Leroyt. Tehát, hogy azért 5. körre kirakod, és paf, az egy tök jó dolog. 9. körre lehet, hogy késő van már, mire az a 8-aska betalál arcra. Tehát, hogy csak hogy jól nézzük, a King Crush például 4-ért majd klasszikban, szóval, hogy a King Crush rosszabb, mint az Inquisitor. Tehát, hogy a kettő, tehát megnyomod a Demon Hunter Hero Power-t, megnyomod az Illidárit, vele leütsz egy 8-8-as tauntot például, vagy nem 8-8-as, mert akkor meghal, de hogy valami 8-nál kevesebbet ütő tauntot, majd elmész arca, és ez is üt arcra. Tehát ez jobb, mint a King Crush, és kettőt játszhatsz belőle. Tehát, hogy ehhez képest a King Crush szar. Ezt azért... Minden tiszteletem mellett a King Crush felé, de hogy... Érted. És manában ugyanott vagyunk. Hello mindenkinek, hát hello. Na, nézzük akkor a mage-et, ha nincs több vélemény, gondolata a Hunterről. Babbling Bookot nagyon szerettük, ugye Pavelről elnevezett csodálatos kis mesekönyv. Shooting Start egyébként nem teljesen értem, miért tették be. Persze egy jó korai leszedés a mage-nek. A small spell mage-ek játszott. Vagy hát próbálkoztak vele, de hogy így igazából a mage-nek a... Hát miével volt jó? Hát igazából olyan nagyon-nagyot semmivel sem ment amúgy. Tehát korai leszedés volt, és így körülbelül ennyi. A Snap Freeze egy érdekes dolog egyébként, ezt élő embertől nem láttam még játszani, maximum techlapoknak játszották. Ugyanakkor vicces. Tehát, hogy azt hiszem egy embert tudok most így hirtelen mondani, akinek láttam deckében, és az Yellow Rambo. Fallen Hero. A Fallen Hero egyébként tök jó, hogy visszatér. Tehát, hogy ő GVG-s volt? Nem. Ő Grand Tournament-es lap volt. De ennek nagyon örülök. Con of Cold-a működhet a Snap Freeze? Működhet a Con of Cold-a, főleg így, hogy ugye a Con of Cold az 3 manás lett. Meg hát működhet ezzel Water Rally-vel, érted? Amúgy érdekes lesz ez a Cold Aradrék Fallen Hero kombó, csak kár, hogy ez a, hogy nekik azért egy kört kint kell lenniük, és akkor utána. Even Mage-e benne van ám, abba benne van, viszont az Even Mage-et át kell alakítani, a Con of Cold már nem fér bele, érted ez az, úgyhogy nem jó. Tényleg amúgy, nagy kérdés. A Con of Cold a Classic setben megmarad 4 mana? És csak a Core setben lesz 3? Vagy ez hogy lesz? Most őszintén. Mert ezt például nem tudom. Nekem úgy lenne a logikus amúgy, hogy White-ban megmarad. Tehát nekem úgy lenne a logikus, hogy White-ban meghagyják az eredeti mana költségen. Mint ahogy a... Omega Baby Rage. Szóval mint ahogy meghagyták a klasszik sárkányokkal kapcsolatban is. Akkor a frissítések vannak végre 3 hónap után, elkapom a hást. Nem az a nagy sófőnök, hanem az, hogy fogják, és évek óta nem látott változásokon. Tehát olyanok vannak, amiért a Brian Kibler utána 3 éve sír, mint egy csecsemő. Úgyhogy, na. Klasszikban 4 mana, korszetben 3 mana, én is így gondolom elveszett hős, úgyhogy akkor legalább, ha tévedünk, akkor legalább nem egyedül leszek hülye, ez engem egyébként megnyugtat. Jó, mi az, amit még érdekes, mert nyilván örülünk annak, hogy a Fireball megmarad, örülünk a Mirrornak, örülünk a Chain-nek, örülünk az Ice Barriernek, és nem hozzák vissza az Ice Blockot, pedig lehet, hogy Laughing Mester visszatért volna Freeze Mage-ezni standardbe. Na mindegy. Amit említést érdemel még szerintem, az nyilván a Flamestrike változása. Tehát nézzétek meg, ugye új Flamestrike-unk van, az eddigi ugye 4 mana, vagy 4-es sebzett, ez most 5-öt fog sebezni, ez szerintem egyébként kurva jó. A nagy konzsurátort
és visszakapjuk, ugye, hát most ő is régi volt, de mi volt? Ő is Grand Tournament volt? Azt hiszem, ő is Grand Tournament volt. A Control Mage-ek játszották, mert ugye tudsz felfedezni leszedéseket, és az azért mindig jó. Mi ez a szomorúzan a háttérben? Hát valami HS soundtrack. Lehet, hogy éppen meghalt valaki, érted? Egyébként hivatalos soundtrack, tehát hivatalos soundtrack. Igen, szóval, hogy viszont se Frost Nova, se Blizzard. Ez egy helyes észrevétel, és egyébként az én kis szívem ennek azért örül. Tehát, hogy cserébb, de amúgy, de azért nézd meg, tehát kaptál Shooting Star-t és kaptál Con of Cold-ot. Helyette, tehát kaptál egy korai leszedést, kaptál két korai leszedést a helyett, hogy kaptál volna. A jó öreg megszokott Frost Nova Doomsayer helyett azért most csak Con of Cold Doomsayer tudsz játszani. Elmondtam egyébként az elején, de hogy most érkeztél, szóval úgy működik a core set, hogy ingyen kapjuk. A Classic és a Basic set átmegy ugye Wide-ba, és a core set az pedig minden évben legalább egyszer, ilyenkor a standard év kezdetekor, azaz március-április környékén változni fog, és megkapod az összes lapot, ami a core setben van, nem lebontható módon, tehát hogy ezek a lapok gyakorlatilag ilyenkor szétválnak, lesz olyan, ami megmarad a kollekciódban, eredeti mana költségen, eredeti funkcióval, azok Wide-ban megvannak, és azokat senki nem bántja, viszont ha neked nincs meg, akkor is meg fogod kapni. Tehát a core set a 235 lapjában ingyenes mindenki számára egész évre, viszont amikor vége a standard évnek, akkor el fog tűnni a kollekciódból. Úgyhogy ezzel, és ezt harmadszor mondom el ma, de szerintem ez egy tök jó dolog, hogy az új játékosoknak megkönnyítették azt, hogy belépjenek a játékba. Tehát, hogy gyakorlatilag fullos klasszik, ha így nézed, akkor fullos klasszik setet kap mindenki, aki elkezdi a játékot. Tehát olyan, mintha mondom, az összes klasszik lapot megkapta volna bárki. Tehát gyakorlatilag az, hogy csak a kiegészítős lapokat kell venni, építeni, szerezni, kiarénázni, itt tudom én. Várok. Hát jól látod, hogy nincs Antonidas. Hát változik. Igen. Örök, de nem standardben. De elvehetik. Nézd, Frost Nova sincs. Tehát Frost Nova sincs, Blizzard sincs. Tehát, hogy erről van szó, hogy változik a Classic set. Wide-ban ott marad, de standardben nem lesz ott. Úgyhogy elvehetik, és egyébként szerintem ez egy jó döntés, hogy azért változik. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag megszűnt, de megszűnt ez az örökzöld dolog, hogy a Classic set az mindig ott lesz. Ezt ugye először Ragnarosszal és Szilviával láttuk, hogy a Classic set sem örök. Hát most látszott, hogy a Classic set persze örök Wide-ban, mint ahogy minden, és a Core set az meg évente fog változni. Igen. Igen, szóval ez egy... És nézd meg, a Flameshrek is változott, tehát hogy 5 mana, és epic lett, ami semmit nem jelent, mert hogy nem kell építeni, mert megkapjuk. Jó. Ő ugye egy új lap, a nevét még nem tudom kimondani, de hogy... Yggdrasil, The Guardian? Valahogy így mondanám. Nagyon fogom hiányolni, na várj, nem. Hát figyelj, standarddel Antóba, vagy standardben Antóval nem játszott szerintem az elmúlt 2 évben ember. Ez mikor jön? Az új kiegészítővel együtt valamikor március vége. Yggdrasil? Lehet felem Yggdrasil is. Yggdrasil. Jó, szóval spell damage, és az a deathretője, hogy a következő lény, amit húzzunk, megkapja ezt a képességet. Tehát lényegében végtelen spell damage. Mátsz 22? Igen, elvileg volt ilyen adatbányászat, mint minden, hogy márc 22-nél elvileg átvált a kieg. Aztán lehet, hogy az, ahogy addig még érkezik valami patch, és majd átírják, de hogy elvileg igen, tehát hogy pontosan egy hónapunk van addig, hogyha hülye vagyok. Miért mutat 22-ét az óra, amikor 26-a van? Mindegy. Engedjük el. A lényegében ugye a hónap utolsó munkanapja volt most februárban. Igen, és akkor hétfőtől már elsője van, és akkor onnét számolva 3 hét plusz 1 nap. Tehát jövő hét utáni kedd a megjelenés. Ja. Jó, a Koldara Drake-et ugye már mondtam, őt eddig is szerettük, és egyébként ez a control deckekben tök jó lesz.
Na, a Fehér Párducnak ott a protektor. Ott a protektor. Ott a protektor. Jaja. Jaja, meg az Avenge is. Az Avenge-nek egyébként én jobban örülök. Szóval az Avenge-nek én sokkal jobban örülök most, mint a Righteous Protectornak. Amúgy. Hát, hogy lényegében, érted? Secret Pala. Megnézz ide, tehát, hogy Warhorse Trainer. Palába. Haha. Meg Stand Against Darkness. Tehát, hogy Warhorse Trainer. Stand Against Darkness. Avenge. Úgyhogy ezért lesznek itt dolgok. 67-61-et is csinál is valamit? Mire gondolsz? A Koldara Drake-re? Hát a Koldara Drake az eléggé meghízott egyébként. Jó kastatok. 2-1-8-at gyógyít. Hát igen, a Holy Light 2-1-8-at gyógyít. A gyógyítós palát egy kicsit most azért megtolták. Jaraxxusnak örülsz? Még nem tartunk ott, de egyébként igen. Te, én lehet letörlöm mégis ezt a gémet a frissítés előtt. Jó, vagy letörlöd, vagy letöltöd? Hát majd meglátjuk. Konszek nem változott, a Holy Light változott. Ugye a Reconing az egy érdekes dolog. Ezt gyakorlatilag letörlöd. Hát jó. Szóval a Reconing gyakorlatilag egy Vaporize egy nagy lényre. És nem azt mondja, hogy a hősnek, tehát ez akár Taunt-ba is mehet. Viszont először ütnie kell. Tehát gyakorlatilag egy... Ez azért szerintem elég jó. Elég jó meg skill testing, ami minden egyes esetben meg fogok majd bukni, de ez most igazából mindegy. A Guardian of Kings eddig nem volt Taunt, jól emlékszem? Jól rémlik, hogy a Guardian of Kings nem volt Tauntos? Egy van esvé, Vaporize? Igen, ezt mondom. Igen, ezt mondom én is. Szóval nekem is úgy remélik, hogy a Guardian of Kings. A 6 visszaállítás az megvolt, viszont nem volt Taunt, és ez szerintem egy nagyon nagy buff rajta. Ugye az Ashbringer eddig is volt. Szegény Yeti, ez az igazi legenda. Hát egyébként ezek mind legendás dolgok. A Pursuit of Justice. Ezért egyébként elég jó. Újra csatlakoztunk. Itten vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Nyugi, nem állt meg semmi. Most jó, reméltem. Frissítettem egyébként az új Streamlabs-et, és hát így... Most ez így fura volt. He's back. Hát próbálkoztam főnök. Na, szóval ugye a Pursuit of Justice szerintem konkrétan egy elmebeteg dolog. Ugye ebből, hogyha... Nálad nincs kép, akkor ez egy F5. Akkor spameljük az F5-öt, srácok. Csetbe egy F5. 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 Szóköz F5. Egy. Az Equality... Hát... Nem 2, mégse 4, 3. Well... Egyébként én abszolút adom ezt a Silverhand palát. Tehát gyakorlatilag visszatér a... Tér vissza annyi cucc hozzá, hogy szerintem megérje játszani. Tehát Warhorse Trainer, a Pursuit of Justice nagyon jó, Stand Against Darkness-szel. Szerintem ezzel van értelme játszani. Ott Pala végül is nem volt elég Brokeback White-ba. De egy csomó mindened nincs hozzá, érted? Tehát azért az, hogy a hősképességed nem két ilyen szutykot idéz, hanem csak egyet. Pont jó muzsika a Palához. Egyébként nincs bedugva a fülem, te csalok. Igen, ez eléggé paladinos, tehát hogy ez így szerintem ebben a formában csodálatos. Jó. Mi az, ami még a paladinnál érdekes? Szerintem nagyjából ennyi, úgyhogy én azt mondom, hogy azért jó Silverhand palát standardben adnék. Végül lesz értelme nyomogatni.
Bugadin. Persze meg Bugatti. Na nézzük a kedvenc kasztunkat. A Priestet. Oké. Ez azért szerintem önmagában megint egy gusztustalan dolog, mint a Priest kapott. Hát egy mana, egy három. Ugye. Pap lovag. Paladin mit jelent magyarul? Igen, azt. Hello Gyuri! I love you Priest! Igen, szóval kedvenc kasztunk. Ez a silence-el egy lényt és ad neki 3 HP-t, ez szerintem továbbra is gusztustalan. De nem baj, hát szeretjük. Flash heal, mint olyan. Ja. Tehát a Holy Smite, ugye, mióta megújult a Priest class, azóta ugye viszont van. Psychic Conjurert én továbbra is gyűlölöm, úgyhogy nem örülök neki, hogy lesz. Hát a jó kapitány, ami Chaplin egyébként, és nem kapitány, viszont a ruhája alapján ő valami íze. Mindegy, ezt a kettőt együtt azért, hogyha turn 1, turn 2, és akkor hátra dőlhetsz, hogy nyertem. Körülbelül szerintem ez a Priest szenárió. Jó, nyilván nem feltétlenül, mert nem mindenki fogja ezt játszani, de hogyha ez így megtörténik, akkor utána itt tényleg össze lehet szedni magad. A Shadowformnak ugye örülünk, mint olyan. Annak, hogy a Death itt lesz, viszont a Pain nem, annak igen. Viszont mi a francnak kellene nekünk Pain, hogyha van neki Holy Smite-ja? A Shadow World-et miért kell még, hogy létezzen? Nem tudom, én is ezt szeretném úgy megfejteni. Egyébként mondom azért, mert szerintem túlságosan sok Priest main ül a Hearthstone Design-nak a Balance team-jében. Tehát, hogy úgy gondolom. Viszont a Shadowform visszatérésének örülök, az, hogy nem lesz végül három sebzős, annak főleg. Tehát, hogy a Shadowformot egyszer tudod kijátszani lényegében, és ennyi. Tehát, hogy abból hiába játszanál kettőt, nem fog hármat sebezni, úgyhogy ez egy csoda dolog. Nyilván a Priest most a korszetben olyan hatalmasan nagy leszedéseket nem kap. A Shadow World Ruin pont elég négyért. Tehát, hogy négyért leszedi az összes öt vagy több sebző lényünket, tehát kurva anyját, ugye? A Holy Nova az továbbra is azt csinálja, amit ugye van, megmaradt a Lightspawn, mint olyan. A Shadowed Spirit az érdekes, tehát, hogy 3 van a 4-3-as test, ez szerintem világi, és akkor még 3-t azért sebezünk az ellenfélnek. Tehát ezek ilyen klasszik Shadow Priest-es dolgok, de tetszetős. Shadow Form az elmúlt 5-ben játszott valaki? Szerintem nem, csak ezt a Shadow Priest-es irányt szeretnék vele erősíteni. És a Power Infusion az ugye gyakorlatilag a statok, amiket ad, ugye ez a Cthulhu-nos kiegészítőből, vagy hát az Old-God-os kiegészítőből a Power World Tentacles volt hasonló. Ugye az is 2-6-ot adott. Ez így szerintem rendben van. A Selint nem tudom, hogy minek kellett nekik megtartani, de rohadjanak meg. Resurrect Shadow Priest on the Rise, ilyesmi. És hát ugye Temple Enforcer, továbbra is HP. Vissza a csápokat? Jó, de Zozo, ez nem hentai, tehát hogy... Na. Ja, úgyhogy én körülbelül most ez az, amit így ebben így van, de hát hogy lehet majd utálni a Priestet. Van értelme ennek a spell fajtának? Szerintem van, mert lesznek velük különböző szinergiák, úgyhogy most még lehet, hogy nincs egyébként, de kellett ez. Nagyon szeretem ezt a játékot, de szerint véleményem szerint a HS mostani helyzete kritikán aluli. Ha csak az új Explosion nem hoz be valamilyen csodát a játék életébe, akkor a játék szánalmasan szar vicce kategóriája marad. Hát figyelj, én nem gondolom ezt amúgy. Én nem gondolom ezt egyébként. Tehát szerintem a HS nincs rossz állapotban. Tehát, hogy szerintem standardben hatalmasan nagy balansz van. És egyébként én nem azt mondom, hogy baj van, én azt mondom, hogy unalmas. És nekem ez a gondom a standarddel. Tehát a standardben mindig az volt, hogy megpróbálták belőni azt, hogy legyenek, hogy ne legyenek broken deckek, ez nagyjából sikerült, és amikor meg nincsenek broken deckek, akkor meg a végtelen unalom. Tehát én nekem ez a problémám, alapvetően. Tehát amikor van 12 darab olyan deck, ami 51% minréte van, és akkor győz valamivel. Tehát, hogy...
Nem jó. Ez szerintem nem jó érzés olyankor játszani, mert akkor mondom, ilyen egyet föl, egyet le, egyet föl, egyet le. Az emberek általában mindig úgy is azt élvezik, amikor van valami broken deck, és azzal lehet hasítani. Tehát, hogy nézzük már meg. Tehát, hogy mindig ez volt. És persze, olyankor legnagyobb a sírás, hogy most miért az agrósámán, meg itt a 4 mana 7-7, meg ilyesmik, de azért na. Tehát, hogy kevesen vannak azok, akik azt szeretik, hogy mondjuk a 35. körnek kezd beindulni a meccs. Tehát, hogy a Selinnel egyébként nekem meg nincs gondom, hogy a Zephyrisz eltűnik a halál faszára. Tehát, hogy a Zephyrisz április Tonin standardben, úgyhogy innét meg Selint meg majd megkapod Wyatt-ban, hát akkor örülj neki. Tehát, hogy annál nagyobb leszedések is vannak szerintem Wyatt-ban. Jaja, Zephyrisz eltűnik. Tehát, hogy Zephyrisznek konkrétan lehet, hogy ide ki fogok majd függeszteni egy ilyen Zephyrisz visszaszámolót, és minden nap így lehúzunk egy számot. Arra 35 körre jelentkeznék. Hát hajrá, hol a petíció? Hát én meg nem, én meg támadnám. Tehát, hogy én nem akarok 35 kört játszani. 5 perc alatt el akarom dönteni, hogy nyerünk vagy vesztünk, aztán haladjunk tovább. Tehát, hogy... Úgyhogy haladjunk tovább. A róg irányában. Backstabbing marad, shadowstepping marad, bladed cultist. Nem játszottunk vele mostanság, Wyatt-ban sem játszunk vele egyébként. Viszont ez nem lenne olyan rossz az. De a HS társasnak indult, nem? Hát valami olyasmi. Csak aztán rájöttek, hogy itt vannak jobb dolgok. De most figyelj! A Zephyrisz önmagában, tehát egyetlen egy lap formájában elvitt egy teljes archetipus 2 éven át. Tehát, hogy így húzzanak már a faszomba. Tehát, hogy azaz egy lap tartotta életben a Highlander archetipust. És persze, ugye, mint ahogy a Reno. Tehát, hogy szerintem azért itt az ideje annak, hogy az eltűnjön a francba. Pontosan elég idegesítő volt az, hogy 2 éve tényleg mindenre tökéletes megoldást tudott adni. Tehát, hogy így ne csináljuk már. Értem, hogy neked nagy áldozatot kell hoznod, és felbe kellett vágni a deckedet, és a legjobb lapjaidból csak egyet játszhattál, ahelyett, hogy 2 játszhattál volna. Tehát, hogy... Értem. Értem, de nem áll. És egyébként most szerintem az lesz, hogy lesz megint 1 év, anélkül, hogy Highlander dolgok lennének, aztán majd legközelebb megint lesznek, és megint jönnek új Rénók, és új Brennek, és új minden szarok. Tehát, hogy... Ja. Na. Ezekben semmi újat nem látok a felső sorban, egyébként azon kívül, hogy a Bladed Cultist visszatér. A Cold Blood ugye, hát ugyanolyan, mint marad, a Bulglár visszatérése az egyébként kiváló. Hello, Algoflex! A Vanessa Funkleaf, tehát hogy ugye Edwin helyett egy teljesen más jellegű dolog. Hát ugye nem Edwin, de majdnem. Úgy tűnik, hogy egyébként nagyon Poison irányba megyünk, mert hogy Stealth és Poison egy baráti lénynek, Assassin's Blade, ennek változott a statja, ugyebár, viszont ennek azért szerintem örülünk, úgy nagyjából. A Tompilázsőrnek szerintem örülünk, mert ez egy jó lap volt. Assassinate ugye 5-be került korábban, most 4-be kerül, az jó. A Sprint ugye korábban 7-be került, most 6-ba kerül. Azt szerintem nem rossz, ugye SI Agent volt eddig is, és hát nagyjából ennyi a Rogue-nak most a korszettje. Hát ez egy kicsit hiányérzetem van. Tehát, hogy Eviskerét. Hello, Eviskerét hol vagy? Nincs Eviskerét. A Rogue-nak az egyes számú lapja. Úgyhogy most inkább ilyen lopós irányt vett egyértelműen. Lopós és mérgezős irányt vett a Rogue. Ja. Egyébként nem az a nagy sor szerintem a Rogue-ban, hogy mi az, amit kapott, hanem hogy mi az, amit elvettek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez a Rogue-nál a legfontosabb most. Ja. Sprint az ott van. Szóval a Sprint eddig is volt, csak a kutya nem játszotta, mert sose akartál 7 manáért húzni, még preppel együtt se, és mióta a prep szar lett, ugye, és nem 3-at holcsosít, hanem 6-ot. Még 6-ért is egy reteknát, erről van szó. 4-ért, ha húzol 4 lapot, az én azt hallottam, hogy jó. De amúgy, hát én nem tudom. De mondom, a pilázsőr azt szerintem rendben van. 1 manáért is tud 4-et húzni. Van olyan. Ja, a Boglárban ugye még egy változás,
hogy nem az ellenfél kasztjából kapod, hanem fixen másik kasztból. Ez ugye a teljes megváltozott roguelopós archetípushoz igazodik most. Ugye szerintem tök jó. Tehát a Wildban a Thief Rogue-ok ezzel jobbak lesznek. Szerintem nem. Amúgy az, hogy korai leszedést hagytok benne, az nem baj. Szerintem, tehát az, hogy az Evist kivették, az lesz egy fura dolog, hogy a Rogue-nak most máshogy kell megoldani a dolgokat. Tehát az, hogy benhagyták a Shadow Step-et, meg a Backstep-et, meg a Prep-et, azt szerintem nem nagy show. Az, hogy az Evist kivették, az szerintem sokkal nagyobb. Mosóport rakták volna a helyére? Én örülök neki, hogy a Venice nem került vissza. Tehát én nagyon-nagyon örülök annak, hogy a Venice nem került be. Nem, hát a Prep eredetileg ugye 3-at olcsósított, csak hát azt egyszerűen nerfelték 2-re. Úgyhogy jól emlékeztél, csak rossz kor. Kb. Semmi nem változott a Rogue-ban, akkor minek ez a set? Hát pont azért, hogy változzon. Tehát mondom, kiveszik... Tehát Evisszel minden egyes Rogue játszott például, hát most nem fog. Igen, igen. Meg egyébként ugye felhívom a figyelmét mindenkinek arra, hogy jelenleg ugye a Rogue Secretek, mint olyanok, így egy darab nincs a korszetben. Egyébként nem az a nagy show szerintem, hanem az, hogy tettek be dolgokat. Tehát, hogy... Ez a Sin's Blade-et így valószínűleg meg fogja érni játszani, Tom Pillage-ot valószínűleg fogunk látni sokat, Sveshburgert fogunk látni sokat, Blade-et Kultisztot lehet, hogy fogunk látni, tehát azért dúsítottak itt rajta. Szerintem egy csomó minden, tehát oké, az Edwin-t ezen nem fogjuk látni, vagy hát abban a formájában biztos, hogy nem. A mérgezős dolgokat mondom, egy kicsit nem értem. Tehát, hogy ez így... A Rogue sose ebbe volt erős. Igen, a Sveshburgrál egyébként jó. Sveshburgrál jó, az SI jó, de hogy így, nem tudom. Nézzük a Shaman, mert a Shaman is érdekes dolgokat kapott. Ugye visszakaptuk a... Hogy várjál? Nem, hát a Nimbus eddig is volt. Korábban volt a Nimbus. Ugye a Totem Craver, aki ugye egy érdekes dolog. Az Unbound Elemental, ugye eddig is Classic Set-es volt, a Lightning Stormot buffolták, és ugye most nem 2-3-at sebez, hanem hogy fixen 3-at. A Feral Spirit nem 2-t overloadol, hanem 1-et. A Rockbiter Weapon az ugyanolyan, mint volt. A Zapper az szerintem beteg, tehát konkrétan beteg ez a lap. 1-3-2-1 overload, tehát következő körben, ha van egy Lightning Boltod, akkor le tudsz szedni egy 4-be kerülő lényt, és kimarad egy 3-2-d. Ez így A Shamannak egyébként, ami még tetszik, ugye az Earth Elementáját buffolták, a Fire Elementáját buffolták, az Alakirt buffolták, a Doomhammer meg ugyanaz maradt, mint eddig volt. És hát a Hex ugyanúgy nerfelt maradt ugye 4-ért. Nem érzem az irányt a Shamannál amúgy egy kicsit. Tehát, hogy értem, hogy húzd fel a fegyvert, és van egy fegyvere. Tehát, hogy ezzel így, mintha azt mondnák, hogy figyelj, Shaman, tehát van egy kurva jó Doomhammer-öd, játsszál már azzal. És akkor így megkapod a lehetőséget, hogy hát felhúzd a Doomhammer-t, aztán magadra rakd a Rockbiter Weapon-t, és akkor üss az ellenfél arcába egy diszkrét 10-eskét. Meg aztán csináld meg még egyszer, és akkor próbálj már meg nyerni. Az Unbound Element azt hiszem, egyébként továbbra is így meh, 3-ért így, nem tudom. Azért annyira jó, mint... Ez elementáltad. Hülye vagyok, bazd meg. A grafikája alapján a másik szarra kevertem, ami egyébként ugyanaz a kép rajta, csak másik szögből, de igen, igazad van. A Shamannak volt egy időszak, amikor jó volt, azt szerintem te pont kihagytad, amikor ugye mentek ezek az evolvos dolgok ugye az új fegyverrel. De hát ugye az így halott, miután nerfelték a fegyvert. Nem szoktam olvasni. Persze, mert a lapokat nézem. Tehát, hogy így érted, azért a lapokat, tehát már a grafikája alapján tudod, hogy melyik micsoda. Ez meg ilyen átbaszós, de amúgy igen. Tehát, hogy tök jó volt ez az megjegyzés, én örülök neki. Mert így visszanéztem volna utólag a videót, és így fogom fel, hogy meg is senki nem szólt, hogy fasságot beszélek már 10 perce. De jó, figyeltek, és ennek örülök. Na. Ja, és az Earth Elemental nem 3-at overloadol, hanem csak 2-t.
Tehát azért itt az overloadokat átgondolták szerintem eléggé. Az elementál sem már jó volt korrekt midrange, csak nem lesz hozzá supportod. Tehát, hogy van egy elementálod, kettő elementálod, három, négy és öt elementálod, és ennyit van jelenleg. Aztán majd meglátjuk, meg nyilván még lesz a neutrál lapok, meg ilyesmi, de hogy így nem tudom, hogy ez a három lap ez elviszi, vagy ez a mennyi? Öt lap elviszi a hátán. Elsőre azt mondanám, hogy nem. Aztán majd meglátjuk. Na nézzük a Warlockot. Régi ismerősünk tér vissza. Több is. Tehát, hogy Possessed Villager, Tiny Knight of Evil, a Wide-ból ugye, akik Wide-oznak ismerik és szeretik, meg utálják egyszerre, Void Terror, mint olyan, Lakari Fellhound, a Dread Infernal, csodálatos egyébként, és hát nyilván Lord Zaraxxus, tehát, hogy a főnök. A főnök visszatér, és buffolt Siphon Soul, hát srácok, buffolt Siphon Soul. Fendish Circle, tehát hogy azért vannak dolgok. Ez a Ritual of Doom elég jó szerintem. Hát és meg a Zaraxxus lényegében. Mi az a Zaraxxus? Na mi az a Zaraxxus főnök? Ez egy hero card lett. Tehát most már nem lény, ami előugrik, hanem hogy ő önnön maga egy hero card. Hőslap lett. Igen. Így van. Így van, és nem szedi le a HP-dat. Így van, tehát Zaraxxus buffot kapott még hozzá, nem is picit. Igen. Jó, most mit mondtak fél éve, tudod? Tehát, hogy azt mondták fél éve, amit éppen akkor ez valamik sajtótájékoztatón kitalált az XR, hogy mondani kell. Aztán meg nyilván nem beszélhetnek arról, amik történnek. Tehát, hogy amúgy a Lakari Fellhound tök jó lett. Azzal, hogy változott a feltétele. Ugye eddig az volt, hogy két random lapot eldobott, most meg a két legolcsóbb lapodat dobja el. Ez szerintem elég jó. A feltételes eldobás szerintem mindig jó, mert akkor tudsz vele játszani, tudod, hogy mi az, amit nagyjából el fog dobni. Tehát amikor a lapok azt célozzák, hogy vagy a legolcsóbbat, vagy a legdrágábbat, az mindig kiváló. A random lapok eldobása az még mindig szar, ugye? És nem jön vissza a Doomguard, ez is fontos. A Possessed Villager-t egyébként nagyon szerettük, viszont a Concealment-ra jön vissza, amivel elég broken volt. Szóval Twisting Hellfire Siphon. Nagyjából a nagy leszedések, plusz Dread Infernal. Azon semmi nem változott. 6 mana, 6-6 1-es seb ez az összes többi karakternek. Void Terror még mindig kiváló szerintem. Flaming még mindig jó. Ja. A Drain Soul egyébként egy meglepő lap. Keveset látjuk játékban, pedig egyébként nem rossz. A Stein Knight of Evil, tehát hogy discard lockozni lehet standardben. Azért ez elég világi lesz. Az új Zaraxxusra meg kíváncsi vagyok. A Hero Power-je gondolom maradt, tehát hogy a Hero Power-t ki fogja rakni, nem? Cleave-et kapott a 7 manáért. Lényegében kapott egy swipe-ot, amúgy igen. Tehát azért ő se rossz. 7-0-4-10, és akkor így még azért oda csap. Bebaszott volna, hogy figyelne a Doomguard? Szerintem nem lepődtünk volna meg rajta. Kattints azon, és meg tudjuk, félek kattintani. Aha, ott van. A Hero Power nincs kiírva, mint olyan, de ott az Inferno. Nem, ott az Inferno főnök. Szerintem nem marad a Hero Power, lecseréri. Ott van. De aztán mondjátok, hanem, de szerintem ez... Tuti varlokozni kell majd. Hát nézd meg, itt mindenki, aki varlokmény, már így hegyezgeti a cerkáját. Zaraxxus meta lesz így? Nem baj. Na nézzük, hogy a Warrior-ban mi marad.
Bennmarad az execute, és az nem jó hír. Shield Slam bennmarad, nem jó hír. Whirlwind bennmarad, nem jó hír. Viszont ami jó hír, Frotting Berserker visszatér, ennek örülünk. Warzone Commander visszatér. Új, teljesen új funkcióval. Cruel Taskmaster ugyanazt csinálja, Armor Smith ugyanazt csinálja. Ugye Warsong Outrider 4 mana 5-4-es rás, ugye a, gondolom ez a, hát, Korkon Elite helyett jön. Lényegében Korkon Elite helyett szerintem. Shield Maiden, gyűlöltem, mint a szar, de hát jó. Brawl az ugyanaz fogja csinálni, Gore Hall ugyanaz fogja csinálni, és hát jön egy Gromásunk, ami szintén ugyanazt csinálja, mint eddig. Lemaradtál Jaraxxusról? Hát akkor visszamegyünk. Ott a Jaraxxus főnök. Ott a Jara. Na, akkor mehetünk vissza. Slam, szószó. Szóval eléggé kontrollosan sikerült azért a korszet. Úgyhogy azt mondja, hogy nézd meg, tehát megkapta ezt a szutykot, ami azt mondja, hogy a következő fegyver, amit kijátszunk, az egyre kevesebbe kerül. Tehát, hogyha ez a kezedben van, akkor lehet megint Fiery Warax-ed, kettőn, kiváló, viszont semmi más fegyvered nincs, tehát Gore Howl-od van. Nem akarunk több charge lapot a standardbe, Blizzard jelenleg 3 charge lap core setben, hát igen. De legalább akkor ő nem lett rásos, érted? Tehát hogy azért az nem rossz. Viszont nulláért nem tudod megsebezni, egyért kell, hogy megsebezd valami. Agrometet össze mellett köszönöm, most se volt Agrometa főnöket. Mikor volt utoljára Agrometa? Tehát hogy a legagresszívebb deck jelenleg a Stealth Rogue. Stealth Weapon Rogue. Konkrétan. Szerintem amúgy nem. Nem ennél a több. Háromnál több lap van, srácokat. Ott a King Crush is. Ott a... A... DH-nak a... Szutyka. Ő nem. Ugye tőle elvették a rást, de... De rajta ott van még például. Az agrometa mindig utat talál magának, és ez szerintem valahol így van jól. Tehát szerintem nem tesz jót a játék hangulatának soha, hogyha kontrollmeta van. Igen, szóval lesz vagy 5. Csak mint olyan ritka lesz. Hát ezt látjuk. Ez sajnos ritka. Frottingnek egyébként egy kicsit örülök. Azért az mégiscsak az agro erősítésre való, vagy azt arra hajaz, vagy ilyesmi, de hogy szerintem az oké. Okay. A Wolf Rider az charge-os volt. A Wolf Rider az charge-os volt, főnök. Nem róla beszél. Tehát a 3-1-ről tudod. Hát nem tudom. Ez így, mondom, nagyon kontroll irányba mutat nekem. Persze, látom itt, hogy vannak a... Viszonyok. Az már rá sos. Az Outrider. De mondom, ez szerintem a Korkon Elite helyett van. Én ezt vágom. Vágom, de hogy nem erről beszélted. A Wolf Rider alatt, gondolom a klasszik Wolf Rider-t érti a 3-1-et. És azt szerintem, az nem tudom, hogy marad-e. Na, viszont ha már itt voltunk, akkor szerintem Warrior az így nagyjából ennyi. Nekem így... Nekem kicsit savanyú a szőlő Warriorral kapcsolatban, de hát most mi mást vártunk. Na, nézzük a többit. Tehát, hogy kaptunk Tiny Fint, kiváló Surgeon-t, Arcane Anomaly-t, soha nem játszottunk, az Eleven Archer csodálatos, viszont a Stone Dusk Boar, egy mana egy-egyes barátunk. Egy mana egy-egyes barátunk, aki charge-ot most csak rassol. Hát szomorúságok, srácok. Viszont az öreg Cogmaster. Hát lényegében a kakasok mestere, ugye. Na mindegy. De hogy a Priestess, Acid X Vampus, tehát azért fontos dolgok azért maradtak.
A Bluegill Warrior szintén nem charge-on, nézzétek meg, tehát 2 van a 3-1, mekkora test. De hogy a farkas maradt, mindennyiunk kedvence az Anojotron, ezeknek nincs szívük. Lehet, hogy nincs szívük. Ami egyébként még érdekes, ugye a Sheep. Igen, igen, nerfelték a Disznajt. Hát figyelj, így most már kóser. Tehát 1 mana 2-1 rush az kóser, az 1 mana 1-1 charge az nem kóser. Hát van ilyen, érted? Jó, Alchemistünk marad, csodálatos Bloodseer Raiderünk marad, ő egy újdonság. Tehát ő egy, lényegében egy új pirációs, aki trédelésre használható. Ezt szerintem egyébként egészen jó. Nyilván spell damage-ekből nem lesz hiány, tehát hogy Geomancer is van, Thanos is van, Loot Hoarder is van, ezek klasszikusok. Az öreg Brewmaster, Toxicologist is velünk van, és simán csak izé, Battlecry, tehát nem kombó, semmi. Nerubian Egg, hát lényegében Nerubian Egg, de hogy Sunreveal Spy, ez tök jó. Hatalmasan nagy kardfogú levél. Ez, hogy Silence Meta, ugye Silence Meta. A Tominak a kedvenc Ice Rager-e, tehát 3 mana 5-2, ugye? Igen, tudom. De rajta valami változott, nem? Neki valami statja más volt. Silence Priest jön megint? Hát várom. Annyira jó lesz konszidálni tőlük a harmadik körben, tehát hogy hivátlan lesz szerintem. Brightwingről nem volt szó egyébként, ez nem változott? Nem tudom, nekem mi fura ez a... Mintha ez valami más lett volna, de elhiszem nektek. Gaul ugyanazt csinálja, Bagoly ugyanaz, Jungle Panther ugyanaz. Hát az öreg mukla egyébként. 4 mana volt, nem volt 4 mana. 4 mana ért, a kutya nem játszotta volna és játszották. Tehát muklánk marad, Lone Champion, ez egy nagyon jó visszatérés szerintem. A Raid Leadernek örülök, mert hogy Gaul buffot kapott. Milyen, mert hogy 2-2 volt? Whatever. 2 mondom, 2-2. Give you a better. Aha, 2-3 volt. Mondjuk nem hiszem, hogy ettől lesz játszva, tehát hogy... Mindegy. Mondjuk izébe el tudnám még képzelni valami, tehát hogy a Silverhand palában. Silverhand palában lesz annyi kis szutykunk, hogy ezt akár megérje játszani szerintem. Ugye a Injured Blade Masterünk is van. Baron Rivendell visszatér, ez viszont egy érdekes visszatérés. Meg hát a Basiliscus, az öreg Basiliscus. Lényegében volt időszak, amikor ez a lap volt a neutrális lapok közül a legjobb valaha. Tehát, hogy zóba dúlt palába instant? Ja. Spooder tank. Tehát 3 mana 3-4. A híres vanilla Spooder tank. Rengeteget emlegettük, amikor lap átnézéseket tartottunk. Tényleg, ma még nem kértem piros lapátokat, srácok, a chatbe. Akinek van esetleg, azt tolja már be. Az Ice Rager-t a sámámba? Hát igen. Végül is elementál. Szóval a Basiliscus az érdekes ebben a formában. A Chigusz kellett volna. Igen, egyébként a Chiga is nagyon jó volt, de egyébként a Rivendell-nek szerintem örülni kell. Tehát szerintem a Rivendell-nek tök örülni kell, meg a BGH-nek is. Azért ez nagy leszedések. És hát a Yeti. Öreg klasszikus. Nyomnám, de nincs. Hát ez szomorú. Ez szomorú, főnök. Defender of Argus buff. Nézzetek oda. 3-3. A 2-3 helyett. Ez csodálatos. Az Infilátoron nem változott semmi, a Sengin az ugyanaz, a Teacher az ugyanaz. A Fordring ugye ő egy újdonság. Taunt, Divine Shield és az a detretője, hogy a legdrágább lényünket kihúzza. Azt szerintem elég jó. Raid Leader, uff, na várjál. Ja, mert hogy ő is 2-2 volt és 2-3 lett. Hát itt csoda dolgok lesznek, srácok. Mondjuk a Lone Championnek mondom, annyira nem örülök, mert fixen az összes kontroll szar játszani fogja. És majd így szopunk, mire ezt le tudjuk szedni.
Gurubashi buff, tehát hogy neki növeltek a statján. Ez mondjuk elég vicces. Tehát handbuffolós mechanika, neutrális, 5-ért. Érdekes. Érdekes. A Kernen is buffoltak ugye az alaptestén és a Bloodhoof-ján is, ami kijön belőle, tehát ez szerintem jó. A Baronnak. Wow. De hogy egyébként a White Manen is buffoltak. Hát mondjuk őt, nem tudom, hogy ő feltűnő jó lesz-e. Új Nozdormu? Igen, igen, erről mindjárt beszélünk majd. Szóval ugye a klasszik sárkányokat is megváltoztatták, és gyakorlatilag az összes klasszik legendás sárkány mást kapott. De amúgy nézzétek meg ezt. Nozdormut sokat fogjuk látni? Hát nem tudom. Nozdormut agróban fogod játszani azért, hogy countereld azt, aki nem játsza? Tehát nyilvánvalóan nem. Tehát, hogy 8-8-as sárkányt senki nem fog betenni a deckjébe. Tehát, hogy ez full meme, nem fog megtörténni. Started the game Nozdormu. Igen, tehát, hogy... Nem már, mert ha még felfedezhetnéd, de nem már. Vagy valakivel megbeszéled, hogy figyelted már bele, te is én, és akkor baráti meccset, akkor gyorsan lehet zavarni. Körülbelül erre lesz jó Nozdormu. Nézzük a többit. Új Alexstrasánk van, ugye. Szóval válasszunk egy karaktert, hogyha baráti, akkor gyógyítsunk rá 8-at, ha ellenfél, akkor sebezzünk neki 8-at. Nem olyan rossz, nem olyan rossz. Az új Maligosz is egészen érdekes. Azt mondja, hogy addig húzzuk a kezünket, amíg talán nem lesz spellekkel. Hát vagy gondolom, amíg el nem fogynak a spelljeink. Aztán. Ugye Onyxia buffot kapott szintén, mint egy nyilas misi, csak egy pakkot, hogy a kör végén megtölti a boardunkat velpekkel. Ez szerintem elég frankó. Na és akkor a másik kettő. De amúgy az Alexról miért nem beszéltem? Hol? Ja, itt az új Alex, hülye vagyok. De amúgy nem, szerintem nem volt broken a régi Alex. Tehát az, hogy 15-be rakott, azt normálisan egy-két körön belül kihílelted. Vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy az kevésszer volt az, hogy úristen, most akkor meg fogok halni. Jó, volt ilyen is, hogyha éppen nagyon szar volt a kezed, meg nem volt boardod, meg ilyesmi, de úgy önmagában az Alex nem nyert neked meccset szerintem. Tehát ahhoz kellett valami combo deck, és akkor itt olyan kétkörös letált setupolni, meg ilyesmi. Jó, hogy minden egyes kör után, tehát hogy az ellenfél köre után is, meg az én köröm után is, ami azért nem elég vicces. Whatever. Tehát konkrétan fogja, csávó... Na mindegy. Az Izera egyébként nekem tetszik. Szóval az Izera az nekem kimondottan tetszik. A sárkányok közül az, ami sokkal jobb lett, mint ami volt. Meg egyébként szituációsan a DV is jobb lett, mint volt. Ugye az a durva, hogy a Deathwinget pont akkor jelentették be, amikor volt ugye egy Priest Mirrorom, amikor azzal nyertünk, hogy volt egy egymanás Deathwing a csávónak a kezében, és akkor kiraktuk, és hát semmit nem csinált, csak eldobtuk a kezét. Tehát, hogy... De ettől függetlenül ugye ez a Deathwing ez jobb. Clockwork Giant, hát így, well... Hát control counter, de amúgy ezt játszanád amúgy agróban? Nem tudom. Nem tudom, hogy ezt akarod játszani. Mert control mirrorban semmit nem fog csinálni, agro vagy szóval mirrorban semmit nem fog csinálni, control ellen jó, midrange ellen szó-szó. Hát nem tudom. Nem tudom. Simán? Hát majd meglátjuk. Jó, hát hogyha szerencséd van, akkor ki tudod rakni, nem tudom, hogy 3 manáért. 12 manán egyből azonnal kirakom. Hát pont erre gondoltam, hogy én is. Gondolkodás nélkül. Jó, de ez azóta amúgy is gondolkodás nélkül játszott. Tehát hol a különbség, érted? Na mindegy.
A Baront is egyébként ugye buffolták. Nem 7-7 volt, ha jól emlékszem. Legalább charge-olna vagy valami, hát ennyiért, 12 manáért. Ha kontrollok metal lesz, akkor jó lesz ez a Giant, biztos. Ugye, én szeretném egyszer látni azt, amikor a Nozdornu jó. Baron kapott 2 HP-t, igen, azt mondom, hogy ez nem volt szimmetrikus, ezt tudom. Ami azért szerintem kiváló. Na jó, srácok, szerintem, és nem volt egy óra, jó, a megszakadás óta, de amúgy mikor 5-től tudom, hogy a stream. Hát akkor több mint egy óra volt, mire átbeszéltük a dolgokat. Well. Kinda meh eddig a korszet. Hát vannak benne rosszak és vannak benne jók. Szerintem nagyjából erre való a korszet, hogy így legyenek jók és rosszak is. Szerintem aztán majd a kiegészítő fog igazából irányt adni. Van King Crush-om? Van King Crush-om. Kéne egy BG a végére? Kellene egy BG a végére, és szerintem lesz is. Szerintem simán lesz is. Ja, úgyhogy ez most így lényegében ennyi. Szerintem lehetne indítani azt a bizonyos játékot. Mehet a BG? Lehet, hogy egyébként mehet.